A csapadék hiány miatt oda kell figyelni a kertben a már letermett gyümölcsfák, ültetvények öntözésére. Az őszi szántás előtt pedig talajt is meg kell trágyázni, mert a gondos munkát a kultúra jövőre meghálálja. A betakarítási munkák dantárjában vagyunk. Még több gyümölcs van a fán, szedni kell a burgonyát, a petrezselymet, a répát, mondta el televíziónknak Ézsiás Antal kertészmérnök. Akármilyen szörnyű volt a tavasz, elvetettem nagyon korán mindent, mondjuk a mártól kezdve mindent, és sokat szenvedtek, de utána a későbbiek, akik ezt átvészelték, tehát a gyökérzöldségek, a borsó később, aztán cserekurc, azok mind lényegében élvezték ezt a csapadékbős nyarat. Mert ilyen csapadékos nyár régen volt, és attól félek, hogy soká lesz. Nekem az őszi barack fajta választékom az nagyon hosszú, tehát lényegében nagyon korán kezdődő, tehát már május végén lévő barackaim is vannak. Ezek a hagyományos, úgynevezett apróbb őszi barackok, amelyek magbavállók ugyan, de nem nagyon jelentősek, nem számosak, de nagyon remek ízűek és befőzésre is alkalmasak. Ez szeptember közepén érik be. Azt is megtudtuk a szakembert, hogy a paprika, paradicsom, cukkini, csillagtök, csemege paprika, téli retek is a földben vannak. Látható növények azok folyamatosan érnek, a paradicsom már több mint másfél hónapja, a paradizsán is nagyon szépen termett, a paprika is, lényegében most a termés derekának a túl vannak, tehát még lényegében némi víz utánpótlással még egy hónapig a fagyok beállításáig még szedhető és terem. A kertészmérnök tanácsolja, hogy a szárazságban öntözzük a fiatal gyümölcsfák gyökereit, és figyeljünk a lombhullató fákra is. A kertben a kukorica még szépen mutat, az árpa és búza terméssel elégedettek a kertgazdák. Az őszi betakarítási munkák után a talaj betömörödik, így ebben a szárazságban várni kell a szántással október végéig, november elejéig. Az őszi munka gyakorlatilag az őszi telepítésű vagy nyárvégi telepítésű növény, ilyen mint a szamóca, annak a talaj előkészítése, és jelenleg ezen a helyen vagyunk, ahol meg tudom mutatni, hogy milyen helyre, milyen sortávolságra, az, hogy milyen tőtávolságra, azt majd később megbeszéljük, telepítek szamócát. Hát a szamóca telepítés időszak az augusztus elejétől szeptember közepéig gyakorlatilag azt jelenti, hogy a töveket ilyenkor el kell rakni, beöntözni, és hogy megerősödve menjen a télbe. Ez tufik, hogy ki milyen technológiával dolgozik, lehet ikersorba, lehet egyénsorba, lehet bakhátra, mindent éppen, de azt jelenti, hogy tökéletesen megerősödve menjen a térbe, hogy tavasszal, jövőre már egy kezdő termést adjon, de nem az a lényeg, hanem az, hogy második, harmadik évben hozza majd a főtermést. A tápanyag ellátása is figyelni kell, ahol lehet szerves trágyázunk, ahol nem ott szórjuk ki a műtrágyát, nyilatkozta a Karcag Televíziónak Ézsiás Antal kertészmérnök.